Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, mi szó is augusztus 26-án. A hold a mai napon az Anuradha holtházban található. Az indiai asztrológusok azt mondják, hogy ez a holtház szerencsét hoz. Ők úgy magyarázzák ezt el, hogy valaki, aki egy elefánton lovagol, az elefánt náluk a szerencse és a gazdagság jelképe. Efelett a holtház felett Antares uralkodik. Antares, az tényleg olyan, mint egy uralkodó, mert van négy királyi csillag. És ehhez tartozik Antares. Antares azt jelenti, hogy Áres ellen. Áres az nem más, mint Mars. Tehát Áres, Antares. És Antares azt közli velünk, hogy maradjunk a belső erőnkbe. Ne agresszívan reagáljunk dolgokra, inkább figyeljünk oda a belső erőnkre. És bízzunk ebben. A mai napon van egy hold és egy Merkur bolygó kapcsolat. Egy úgynevezett kvadrát aspektus. Ez nem jó. Itt lehet egy rossz hír, nézeteltérések, és meg kell gondolni a szavainkat. Meg kell gondolni azt, hogy mit közöljünk, hogyan közöljünk, vagy talán jobb lenne hallgatni. Előfordulhat az is, hogy mások megsértenek bennünket. De ne vegyük olyan személyesnek a dolgokat. A mai napon van egy hold és egy Uranus quincunx aspekt. Ez bizonytalanságokra utal. Ezt a kapcsolatot, ezt a quincunx aspektust úgy szoktam elmagyarázni, mint egy inga. Képzeljétek el, van előttetek egy inga, és én megkérdezném, melyik irányba fog kifordulni. Ilyenkor mi a válasz? Nem tudom, fogalmam sincs. Lehet, hogy jobbra, lehet, hogy balra, az is lehet, hogy ki sem mozdul. Mi ezt nem tudjuk. És pontosan így érezhető ez a hold-uránusz kapcsolat. A hold kihat az érzéseinkre, ez utal bizonytalanságra, és Uránusz jelzi a változásokat. Ennél a kapcsolatnál arról van szó, hogy nem tudjuk, mi következik, nem tudjuk, milyen változások lesznek. A mai napon még mindig megvan ez a Mars-Szaturnusz kvadrát. Ezek kihívások, viták, veszekedések. Itt is kell, hogy arra gondoljunk, amit a mai napon Antares közöl velünk, a belső nyugalmunkat, erőnket megtartani. Ezek kihívások, nem kell, hogy elfussunk előle, de nem kell vitatkozni, veszekedni, hanem hátat fordítani. Van egy jó hír is, egy Merkur és egy Uranus kapcsolat, egy úgynevezett trigón kapcsolat, ami szerencsét hoz. Ez utal egy jó hírre, jó változásokra. Bízzunk ebben. A mai napon lehet egy rossz hír, viszont jön egy meglepetés, egy jó hír is, és ez örömet fog okozni.
És ez volt a mai felvételem, Mézó is, augusztus 26-án. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!